Sziasztok, kedves barátaim! Útközben Szombathely és Krisnabök között útba ejtettünk a zalaszántói stupát, ahol az Úr Buddhának a temploma van. Maradjatok velük, nagyon izgalmas és érdekes videókat, felvételeket készítettünk számotokra. Hare Krishna! Megérkeztünk egy köztes állomásra, a buddhizmusnak, a követőknek a kis falujára, stupába. Most megnézünk, körbejárjunk, és majd veszünk fel, és mutatjuk nektek, jó? Oké, megmutatjuk, milyen szép dolgokat csinálták, hogy átkapcsoljunk a kameránkat. Úgy látszik, vannak ide érdeklődő járók, vendégek, turisták, ilyen asztalon csináltak ilyen szép kis kőtemplomocskákat, biztos lehet ilyen vágyakat kívánni, és akkor teljesítenek a vágyokat. Amúgy jó kis hely, erdőbe vagyunk, van, látjunk ilyen kis esőtől menedék, van több ilyen asztal, le lehet ülni, vacsorázni, ebédelni. Csak most. De nincsen hol ebédelni, vacsorázni, mert tele van templomocskákkal. Vannak kisebb, nagyobb. Nézzük ezt a legnagyobbat, mielőtt elinduljunk a stupába. Itt van a legnagyobb. Lehet, hogy Govindari Prabhu, tudnál odaállni mellé, és akkor, hogy be tudjunk méretezni a kis kőtemplomát. Jó nagy. Persze nem a padlóról jön, hanem az asztalról, de ilyen. Rendben, kedves barátaink, akkor mi most megyünk a stupába. A bejárat az itt van. Látjátok? És akkor most gyorsított felvételre felrakjunk, és akkor érkezünk oda. Beértünk ide most, úgy látszik, így néz ki a kis farmuk. És most akkor körbenézünk, ebbe sétálunk, van egy ilyen jó kis épületük. Meditációs központ, ez a neve. Van egy kis boltocska, úgy látunk, békesztópa ajándékbolt, ez a cím. És mit írnak ott Govindari Prabhu? Programajánló. Programajánló. Aha, rendben, meditációs kellékek, meg mindenféle, biztos ez a ajándékbolttal lehet támogatni a itteni projektet, általában úgy szokott lenni, ez jó, nagyon jó. Lehet érezni füstölő illatot, van sok füstölő. Jó napot kívánok! Természetesen. Jó. Jó, most akkor a boltba, kedves Ági, ugye Govindari Prabhu mesélt nekünk pár dolgot, hogy itt van a láma most, tibeti láma, igazi, és ez a stupa, ez a neve, itt az igazi. Nézzük, így néz ki, kicsit belül is, hogy így gyorsan tekeredik. Ki, majd másik szögből is megmutatjunk. Nem szabad bemenni, úgy mondták nekünk, de nem üres, hanem ott van tekercsek, Buddhának az írásai, azt mondják, és a Buddhának akár egy csontnak a darabja. Igen. És mondtak, szóval szentély. Ugye a Srimad Bhagavatam említi az Úr Buddhának a misszióját. Srila Prabhupád, hogyha valaki angolul tud, van egy Isopanishad sorozat lecke, ahol Srila Prabhupád beszél erről, az Úr Buddhának a misszióra, miért megjelent, miért, mi volt a misszió. Tehát van három szint. És akkor úgy kell menni, hogy három szinten keresztül, először egy, és akkor ugye mindig óra mutató irányába, ahogy szokott nálunk is történni, akkor így fogunk menni. Itt a Govindari Prabhu nektek készíti a selfie-t, amit majd belerakjunk a videóba. És akkor körbe menjünk, és vannak ilyen ima malomok, abban azt mondta a kedves Ági, hogy van vagy
egy millió, annyira össze van tekerve, egy millió mantra van benne, egy ilyen bele, így szorosan rakva malomba, és hogyha tekered, akkor mintha hány kör megy, akkor ez az egy millió imád ennyiszor elmondaná, hányszor körbe forog a ima malom. Így már hirtelen nagyon tájékozottok lettünk az itteni helyről. És mi teljesen tiszteletben tartjuk az Úr Buddhát, az Úr Buddha tanításukat. Mert ismerjük a célját és a misszióját. Oké, akkor most mi körbe megyünk és gyorsított felvételre rakunk. Shabadrita Buddha Sharira Jai Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare. Érkeztünk a harmadik szintre. És akkor... és... Buddha Sharira. Itt vannak az imamalmok. Be is megyünk majd a meditációs központ a templomban, de ami fontos, mondta a kedves Ági, aki ajándékolva dolgozik, hogy ez a stupa Európában legnagyobb, és ugye ahogy mondtam, hogy itt vannak belőle tudások, és Buddhának a tanításai, és ugyanakkor Buddhának csoportnak a tanítása. Jó. Akkor most megyünk meditációs központba. Négy éve vagyunk kész, vele együtt őben a szüzlet. Gyorszor is próbálták kifejezni, hogy egybe tartozunk, hogy a két épület egyforma stílusban épp. Abból tartjuk fönn az egész tupa mindenséget, meg az adományokból. Ugye a szerzeteseknek pénze nincs, fizetése nincs, nem is válhatnak pénzzel. De azért ezt fenntartani, hát önök is tudják, hogy azért annak vannak költségei. Most ez ugyanúgy működik, mint ahogy a stupát kerüljük, hogy zoglójárással megegyezően. Ugye itt van három, ott is van nagy festmény, Buddha életének nagyobb állomásait ábrázolnak. És időrendben ugye így megy, ahol azt tovább kerüljük. Ugye ez az első. Ugyanúgy, mint ahogy a magyar mitológiában is megvan, ugye a régi ős magyar történetekben. Ugye ott nem turul madár, hanem a fehér elefánt, ugye ugyanaz, mint a mese álma gyakorlatilag. Tehát analógiája megvan. Akkor Buddha édesanyja ugye meglátja, hogy hát álmában megjelenik ez az egész. Ugye ez egy indiai festő készítette ezeket a képeket. Úgy volt, hogy itt festi meg, de aztán végül is nem tudott elutazni. Indiában készítette el, és úgy küldte el. Nagyon jó. Szépek. Itt a második festmény, ugye a Buddha születését ábrázolta. Ugye a buddhista mitológia szerint ugye a fa lehajtotta egyik ágát, hogy édesanyja meg tudjon kapaszkodni benne, és segítsen neki a szülésben. És ugye ahogy megszületett, ugye itt van az alsó képen, a hagyomány szerint ugye úgy tartják számon, hogy rögtön tudott járni, és az első hét lábnyomán lótuszvirágok nyíltak. És ugye a föld ott meg már ugye azok a felnőttebb életének a történetét ábrázolja, hogy ugye nagyon jó volt a sportban, íjászkodott, nagyon jó úszott, tehát atlétikában, minden sportban nagyon ügyes volt a hagyomány szerint, és ugye ezeket ábrázolnák azok a képek. És ebben a vonalban ő most a Siddhárta, aki a királyfi született. Igen, a hercegi család. Siddhárta, igen. Gautama Buddha. Gautama Buddha, igen. És ugye itt van az a sztori, amikor ugye
az úgy apukája. Tudjuk, hogy elzártan tartották a világtól, ugye minden rossztól próbálta megmenteni, és ugye távol tartani, de amikor kilóg a palotából. Igen. És ugye akkor találkozik először a halállal, a betegséggel, az öregséggel, tehát a szenvedéssel. Igen. Halállal. Akkor hol volt a betegség? Hát itt az öregség, a betegség, ott a halál. Igen, és akkor itt ugye a beteg ember az a... Igen, betegség, öregedés, öregkor. Igen, igen, és akkor így megy. És ugye akkor jön az a gondolata, hogy ő ezen változtatni szeretne, és ugye itt van ez a kis kép, amikor elköszön még az alvó feleségétől és kisfiától, Rahulától, és elhagyja a palotát, ahova nem tér vissza többet. Igen, nagyon szép. Jó, a szobrok Nepálban már kezdtek. Ludoplána választotta ki, amikor pára felszedik, akkor Nepálban. Ugye a főszobor, ugye, több kétméteres szobor, ugye a történelmi utolsók jönnek, őt ábrázolják mindig úgy, hogy a jobb kez elejére a földre. Ugye ez a megvilágosulás pillanatát szimbolizálná, amikor a földet hívja tanúként, hogy ő valóban megvilágosodott. Ugye a valók édesvel akkor a gyógyító útra, zöldre, és ugye ennek a hagyománykomának a legfontosabb alapja, Jigme Sungben, ugye ő az, aki átvitte Indiából Tibetbe a buddhizmust. És ugye úgy tartják, hogy az ő inkarnációja a mostani Trigungpa, akit mutattam, ugye a 37. Trigungpa, Csecem Rinpoche, aki most itt van. Ez az ő trónja. Ó, igen. Ugye megnézzük azt is. És akkor itt vannak felajánlások, amit... Igen, ezek mind a felajánlások, ugye. Nagy ez. Ugye nem csak például tisztánfogható dolgokat lehet felajánlani, hanem ugye a füstöt is, ugye. Igen. A füstöt, az életet. Igen. És akkor ugye a festmények, hogyha itt folytatódna tovább, ugye akkor elgondolásban nem jut, azért ábrázolják ilyen rettetes csontsoványnak, mert ugye teljes az képizélt a nőt. Nem ebben, tehát ez totális elvonulás. Uh-huh. És ugye itt az alsó képen látszik, amikor attól a parasztlánytól elfogadja a rizst, tehát itt is már csont és bőr, hogy ábrázolják. És ugye akkor jön a középen a tanítás, hogy rájön, hogy ugye nem a ló egyik vagy másik oldalán, hanem rajta kéne lenni. Tehát ez a középút tanítás innen van, tehát egyik véglet sem jó. Én nagyon jó. És akkor itt már kezd tanítani, ezek szerint? Igen, és utána ott már kezd tanítani. Ők az első szerzetesek, akik körülötte ülnek, és természetesen világiakat is tanít mindenkit. És ott már nem annak a rettenes gírnyó soványban, akinek átrászolják, hanem ugye, ahol megvan a középfutója. Tényleg. De... Itt is ugye továbbra is ugye a tanítás. Uh-huh. Tanítás. Ugye ez az, amikor a jobb kez elejére a földre, ugye az a megvilágosodás pillanatát szimbolizálná. Uh-huh. Ez pedig ugye a tanítás mudrája. Tehát amikor tanít világiakat, szerzeteseket, mindenkit. Tanítás mudrája. Igen. Itt is ugye továbbra is, hogy tanít, csak ugye már sokkal több embert ábrázolnak körülötte. Tehát ami terjed a tan, egyre több ember kíváncsi rá, egyre többeket tanít. És ugye a hagyomány szerint úgy van, hogy nem csak embereket, szerzeteseket és világiakat tanít, hanem lehet, hogy kicsit villamozik, hogy az Istenek világában is tanított. És ugye amikor fekve ábrázolják, ugye az a úgynevezett fekvőbuddha, az a távozásának pillanata. Tehát amikor ugye a nirvánában, tehát a halála pillanata. Igen. És ugye itt rengeteg síró, zokogó ember, ugye, akik ugye sajnálják, hát ugye elvesztették ezt a tanítót. Igen. Ja, ugye az, bocsánat, bele nem volt olyan hasonló, hogy sem. Igen, visszajött.
Fönt van, fönt jövök a kalap, pedig ezek a tankönyvek, itt vannak, szintén az óvajárással megegyező sorrendben. Uh-huh. Ennek a hagyományvonalnak a legnagyobb tanítóit, mondhatnám, hogy szentjeit ábrázoló időrendben így. Ó, ez jó. Igen, neki tanítómester látszulatot. Tehát ennek a hagyományvonalnak a legnagyobb tanítóit ábrázoló. Nagyon szép. És azt még elfelejtettem mondani, hogy a falakat, tehát ezeket az osztopokat, és így körbe ezeket, akár ki a sárpány mintákat, minden, ezeket a lábák festették. Fantasztikus tehetség, és így is ezeket tehát ilyen dombor valami. Azt egy élmény volt nézni, megcsinálni, gondolom kevésbé, de gyönyörűen megcsinálták. Biztos, hogy ismerik ez a tortadiszítő. Kinyomó valamivel a gipszet úgy nyomták rá, és az van kifestve. Iszonylag minden munka van benne. Természetesen hagyom is önöket. Én magam vissza fogom. Köszönöm szépen. Köszönöm. Indasiyasya videraha shruti jatam. Indasiyasya videraha. Sadaya hrudaya darshita pashugatam Sadaya hrudaya darshita pashugatam Keshava dhrita buddha sharira Jai Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare. Közben ugye kedves hölgy volt, aki nekünk ajándékot is adott az Úrbuddha életéről tanítását. Teját is kaptunk. Nagyon-nagyon kedves volt. És el akar jönni Krisnavölgybe, ugye Gojner? Igen, el szeretné jönni Krisnavölgybe. Igen, köszönjük szépen figyelmét, lájkoljatok a videót, és iratkozzatok fel a mi kis csatornánkra, szeretettel várunk benneteket, és majd találkozunk. Most utazunk vissza Krisnavölgybe. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!